Család az azt jelenti, hogy mindig egy olyan társasághoz tudok fordulni, akik mindig segíteni tudnak. Számomra a család jelenti a megnyugvást, és azt, hogyha bármilyen problémám van, hogyha szomorú vagyok, nincs jó kedvem, akkor az ő jelenlétükben érzem igazán azt, hogy felvidulok. Mindig is úgy néztem a testvérem versenyeit, és úgy néztem őre, hogy sokszor jobban izgultam, sőt, mindig jobban izgultam, mint a saját versenyemnél. Bónusz nekem, hogy van egy testvérem, nem tudom, mondjuk, hogy soha nem tudtam elképzelni, milyen egyedüli gyerekként. Azt szokták mondani, hogy a sikerek mögött mindig többen állnak, különösen igaz ez a családtagokra. Hogy kik vannak a magyar úszósport sztárjai, Tokió főszereplői mögött, az most kiderül a családvarázsból. Mikor tárnokról battára kellett napi szinten először csak egyszer, aztán kétszer följárkálni, mert nem volt még ott a környéken úszoda, és már akkor elkezdték a szüleim ezt a hatalmas lemondással járó terhet magukra vonni, hogy engem naponta 10-20 kilométert autóztattak. Amit a szüleimtől nagyon ellestem, vagy megtanulhattam, az édesanyám föl az önzetlenség és az odaadás, édesapámtól meg azt a hihetetlen mértékű türelmet felém és mindenfelé, amit ugyanúgy szintén tudok alkalmazni az úszásban, hiszen erről szól az egész, hogy türelmesen kell várni, és nem lehet ennyire erőltetni, hogy egyről a kettőn lépjünk, hanem ki kell várni. Kristófnál szintén azt kell kiemelni, hogy a szülők mindent megtettek érte, de tényleg minden, hogy ő eljuthasson erre a szintre. Tehát egy olyan biztos hátteret tudtak neki teremteni, ami mellett neki másra nem kellett foglalkozni, csak az úszással. Kapás Bogi is mindenben számíthat testvéreire, Dóri a nővére, például Bogi menedzsere. Akkor érzem magam a leginkább kiteljesedve, és azok a kedvenc napjaim és programjaim, amikor közös családi buli van nálunk, és valamilyen szülinapot ünneplünk, és akkor ott lehet mindenki, aki számomra fontos. Nagyon sok múlt azon, hogy édesanyám például végig támogatott engem a karrierem során, és hát természetesen apukám is, és az egész családom, és az, hogy ugye most már így egy pár éve egy menedzsmentet is alkot az én családom egy része, az nagyon sokat jelent nekem, és hát az, hogy tényleg folyamatosan támogatnak és ott vannak velem, akár a versenyeken is, vagy csak tudom, hogy nagyon szurkolnak, ez nagyon sokat jelent nekem. Van 3 nővérem és egy húgom. Igaz, csak féltestvéreim, de én azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy igazi testvérként szeretjük egymást. Azt szokták mondani, hogy egy jó sportoló mögött kell, hogy legyen egy jó edző, meg kell, hogy legyen egy jó család. Ezek nélkül nem működik. Ha belegondolunk, hogy mondjuk az úszásban, hogy néz ki egy gyereknek az élete, míg eljut oda, hogy mondjuk egyáltalán válogatott legyen, aztán kijusson egy olimpiára, aztán esetleg ott érmet is szerezzen. Ugye az egész ott kezdődik, hogy le kell őt vinni az úszodába. Aztán ott kell tartani, amikor abba akarja hagyni, és aztán mindent meg kell adni neki. Gyurta Gergővel kapcsolatban azt érdemes tudni, neki van egy bátyja, aki rettentően sikeres úszó, de már egészen kiskorukban azt mondták, hogy ők egymás példaképei. A szüleim azzal a céllal vittek le minket, először engem ugye az úszodába, hogy legyen egy biztonságos víztudásunk, és hogy tudjunk úszni. Annyira megszerettem, és aztán a testvérem is ugye jött utánam, hogy egyszerűen oda szoktunk, és a mindennapjaink részévé vált, és aztán évről évre jöttek a komolyabb versenyek. Én azt gondolom, hogy az én olimpiai győzelmemhez nagyon nagy mértékben hozzájárult az, hogy az olimpiai faluban egy olyan szobatársam volt, aki a testvérem volt, és aki pontosan tudta azt, hogy mikor mit kell mondani. Konkurálás valaha volt. Edzéseken talán lehetett, hiszen ösztönöztük egymást, de mi abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy nem ugyanabban a versenyszámban készültünk. Mindig is úgy néztem a testvérem versenyeit, és úgy néztem őre, hogy sokszor jobban izgultam, sőt, mindig jobban izgultam, mint a saját versenyemnél. Sokszor a könnyeimmel küzdködve szurkolok neki.
A Verasso testvérek között nagyon erős a kapcsolat, nem csak hogy úsznak mindketten, de a vállalkozásukat is együtt indították. Én minden nap vagyok, ő ritkábban. Hát én edzés után rögtön ide jövök általában. Milyen itt a munka megosztás, mert Dávid ezt elég profin csinálja, úgy látom. Hát azért a profitól messze vagyok, de Evelynt ez nem érdekli, úgyhogy... Ő nem csinál kávét. Én is szeretem. De mit csinálsz, hogy az embernek van már egy kávézója, akkor gondolom kiveszi a részét belőle, nem? Hát néha takarítok. Hát nagyon sok mindent csináltunk már egész életünkben együtt, nagyjából mindent. Úgy látom, hogy Dávid a főnök. Hát ő az idősebb, hát most ez van. Ez már szerintem egész életem során végig fog kísérni, hogy ő itt a főnök közülünk. Egész életben fontos az, hogy neki jó legyen. Tehát mondjuk ezt az úszásra is ki tudnám vetíteni, hogy én például, hogyha én nem úsztam jól, azt nyilván el tudom magammal számolni, de ha mondjuk neki nem sikerült jól, akkor nagyon rosszul éreztem magam ettől a helyzetől, és hiába úsztam én jól. Egyszerűen nem tudtam jól érezni magam. Nagy világverseny még soha nem nyertem, hát ezen azért egyszer szeretnék még javítani így a karrierem során.